Jó estét kívánok, kedves nézőink! Üdvözlöm Önöket Heti Plusz című műsorunkban. A Nánási Népdal, Nóta és Tánckedvelők Egyesületének szervezésében Hajdú Nánás Városi Önkormányzat, a Nánás Prokultúra Nonprofit Kft., az Együtt Felső Zsolcáért Egyesület, valamint a Magyar Dalnapja Kft. Támogatásával 2014. szeptember 14-én Vígadjunk Együtt a Magyar Dalnapján című népdal, nóta és operett műsorral városunk immár harmadjára kapcsolódott be a Magyar Dalnapja alkalmából megtartott programsorozatba. A délután folyamán a Művelődési Központ színház termében zajlott a program, melyről egy összeállítást láthatnak ma esti műsorunkban. Ugye ma van a Magyar Dalnapja, és ehhez a rendezvényhez idén 2014-ben is csatlakozott Hajdú Nánás városa is, és azt gondolták a szervezők, hogy egy igazán nagy szabású, grandiózus rendezvényt lehet összehozni, és miért ne lehetne megcsinálni, hogyha minden feltétel adott hozzá. Ennek a második állomása gyakorlatilag, aminek most itt nekikezdünk, egy divat bemutató lesz, egy olyan divat bemutató, amelyben megpróbáljuk ötvözni Hajdú Nánás város erényeit, gondolok itt ugye a szalmaiparra és a szalmakalapra, és megpróbáljuk megmutatni azt is, hogy egykoron milyen fürdőruhákat is használtak azok, akik talán az első fürdő vendégei is lehettek a ma már ugye nyugodtan kimondhatjuk Hajdú Nánási gyógyfürdőnek. Mielőtt azonban ezt a szalma kalapot és ezt a divatot megnézhetjük, nagyon nagy szeretettel köszöntjük a színpadon a Nána Tánc Stúdiót, akik egy mulatós egybeleget fognak táncolni, a felnőtt csoportot láthatják a színpadon, és ez az a műsorszám, amit már évek óta táncolnak. Mindig nagy sikert érnek el vele, nagyon szereti a közönség, és ők maguk is nagyon szeretik ezt táncolni. Fogadják őket nagyon nagy szeretettel. Kis angyalom is jó lesz, egyszer voltam én a ligerdöveség. Ha téged szalom, még egy kard lesz, hallám meg. Kis angyalom is jó lesz, egyszer voltam én a ligerdöveség. Ha neked egy lopó tököm, hosszú szárát belém tököm, a hordójuk áll. Mikor kihúzom és csurig öntöm a bort a pohárba, hogy ingatok százat, még a több kis hárat, aztán lukra nyugodt lököm a lópó tök szárán, és kép a vár az ajtón, csendesen meg meghallják a szomszédok, és kép a vár az ajtón, csendesen meg meghallják szomszédom. Ha meghallják, ha hallják, úgy is tudja már a világ, hogy én téged szeretlek, hogy én téged soha nem feledlek. Ha meghallják, ha hallják, úgy is tudja már a világ, hogy én téged szeretlek, hogy én téged soha nem feledlek. Részeg vagyok róla, nem aludtam három éjjel három nap. Hazamennék, jaj, de nem tudok, hajnalig rózsám nálad maradok. Hazamennék, jaj, de nem tudok, hajnalig rózsám nálad maradok. Mert tudod, józanságra hagy bennem az akarat. Néha magamat, nézd el babám ezt a csekély hibámat, mert néha még a Balaton is megárad. Nézd el babám ezt a csekély hibámat, mert néha még a Balaton is megárad. Egyendő négy sarka, sínára van vasal. Mind a négy sarkában babám neve van barban. Egyik szőke, a másik barna, a harmadik csuda szép. Megállj te, csuda szép, majd eszedbe jutok még.
hiányzik a nő, és csak az jut az eszedbe mindenről, hogy mókus szőrrel pucolom a papat, ha ettől lesz majd csak a fénye, nem műszörvény, visel az én kalap, mert a hangzak csak a fényes, mert az ember neki nem a sovickor éjjel mindig, boldogság a rubickor, így már basszán vigyázok a kefére, szőrére, meg a gyerére. Hey! Kedves közönségünk, tehát a Nána Tánc Stúdió felnőtt táncosait láthatták az elmúlt pillanatokban és percekben itt a színpadon, és ők lesznek azok, akik segítkeznek nekünk most a különböző kalapok bemutatójában. Mielőtt azonban ennek neki kezdenénk, egy nagyon picike kis ismertetőt engedjenek meg nekem a Nánási Szalma kalappal kapcsolatban, hiszen még talán a 80-as évek derekáig is ez egy nagyon fontos iparművészeti ág volt, és egy népművészeti ág volt itt Hajdunánáson. A Nánáson ismeretes, hogy a szalmakalap a nemes kalapok formájára búzaszalma fonatokból összevart, fehérre és feketére festett férfi fejfedő, mely a nyári munkák idején különösen kellemes viselet, még ma is jegyzem meg. A szalmakalap viselet a 19. század derekától terjedt el, korábban a hajduvárosokban kedvelték, szorványosan a felföldön is használták, de fő elterjedési területe Erdély volt, ahol főleg a keleti részeken a nők is viselték. A nánási szalmafonók, vagyis a kalapkötők, eleinte a parasztság számára csak néhány típusú kalapot készítettek. Ilyen volt például a Kossuth kalap, ez egy gömbölyű tetejű, széles szalagú, körül felhajtott karimájú fekete nemes kalap volt. Feje hosszúkás, nem egyszer enyhén beütve, struc tollal is díszítették. Az 1848-as szabadságharc tábornokai is viselték. Az önkény uralom elleni tüntetés hozta divatba ezt a kalapot. Aztán volt a hagyományos férfi kalap is, a nagyobb karikájú úgynevezett arató kalap. Ezeket nem csak a nánásiak viselték, hanem piacozás révén eljutott a távolabbi vidékekre is. És akkor most jöjjenek a párosok, akik bemutatják nekünk ezeket a szalmakalapokat, vagyis próbáltunk meríteni egy picikét, három párost láthatnak a színpadon, úgyhogy akkor nézzük az első párosunkat. A férfi hagyományos parasztkalapot visel, amely általánosan elterjedt forma volt, alakja kisi ovális, a fejtető közepe benyomott, karimája keskeny, egyenesre vasalt, hátul kissé felhajló, a fejrész külső díszítését a barna ripsz szalag adja, melynek bal oldalán átkötő van. Ez a kalapforma máig fennmaradt a férfi viseletben. A paraszti női viseletben elsősorban a kendő volt elterjedt, azonban a férfi viselet mellé a bemutató kedvéért most egy polgáriasodott női fejfedőt is párosítottunk. Formája kerek, fonata finomabb kivitelű, a fejtetőnél benyomottabb. Karimája kicsi, kissé lefelé hajló díszítését a széles, redőzött világos vászon adja. Belsejében izzasztó van, ez a kalap alkalmas arra is, hogy szelesebb időben, szélesebb sállal a fejre köthető legyen. Következzen a második párosunk. Kéz a kézben, örökös fényben, együtt élni csak ez a jó. A következő párosításunkban összeillő kalapokat mutatnak be, formájuk igen egyszerű. A férfi kalap ebben az esetben is hosszúkás formájú, azonban oldala és teteje egyenes karimájú körben, egyformán ível lefelé. Külön díszítés nem található rajta, miként a női párján sem. Ennek formája kerek, teteje kisé kupos, karimája szélesebb a férfi változatnál, lefelé ívelt része gomba formájú. Jó szolgálatot tettek a földeken való munkáknál, ma pedig ideális viseletek strandoláshoz és horgászathoz is. Következik a harmadik párosunk.
akiknél láthatjuk, hogy a kalap nem csak a munkában tett jó szolgálatot, divatcikké válása idejében sok változatát készítették el. A következő férfi kalap többféleképpen díszített alakja, ebben az esetben is ovális, magasabb falú, teteje középen bevasalt. Karimája hátul enyhén, elől pedig nagyobb ívben hajlik lefelé. Díszítését egyrészt a fejrész közepén végigfutó lyukminta, másrészt a karima feletti kunkorgó fonat adja. A hozzá párosított női kalap kerekformájú, teteje kúposan domború. Különlegességét a karima formája adja, hiszen nem zárt, nem ér körbe a felső része, a nyak feletti részén sűrű, egymásra varva képes szegély. Így alkalmassá válik a kontyot, szoffot viselő hölgyeknek is a viselésére. Díszítését a karima tövénél elhelyezkedő lyukminta adja, hordható kendővel és sállal egyaránt. Nos, hát próbáltunk egy kis ízelítőt adni abból, hogy milyen is a hajdunánási szalmakalap. Most azonban átlépünk egy picikét a szomszédba, mert hogy a Hajdudorogi Szivárvány Hagyományőrző Egyesületet köszönhetjük hamarosan a színpadon. 2009 őszén alakult olyan személyekből, akik a magyar néphagyományok ápolását fontos feladatuknak tartják. Életkoruk teljesen eltérő. A 35 éves kortól egészen a 78 éves korig szerepelnek ebben a kis társaságban. Tevékenységüket a sokszínűség jellemzi. A néptánc, népzene, nóta és népdaléneklés szólóban és akár kórusban, továbbá versek és népi színjátékok előadásai szerepel a műsoraikban. Szívesen vállalják a nehéz, fáradtságos próbákat és föllépéseket. A jó hangulatú közösségben tevékenységeikkel segítik a magyar hagyományok tovább élését. A magyar néptánc hagyomány jelentősebb alkotásait mindig nagy sikerrel mutatták be hazai fesztiválokon, versenyeken és más rendezvényeken, és külföldi különböző fellépéseken egyaránt. Számtalan kiváló és aranyminősítés fémjelzi az elmúlt időszakukat. A több mint 60 évvel ezelőtti Mikepércsi csárdás koreográfiáját vették most elő, leporolták a lépéseket, és újra beültették a szívekbe, a lábakba, a csárdás ritmusát. Most előadják a kelet-magyarországi lakodalmi hangulatot idéző temperamentumos táncot, a dr. Béres András Mikepércsi csárdását. A táncot betanította, és az Egyesület művészeti vezetője, Nagy Gizella, fogadják őket nagyon nagy szeretettel. Majzik Ilona, táncos lábú nagyik és papik. Mikor teremtette Urunk a világot, megszánva az embert, adott nekik táncot. Ne szenvedj már annyit cipelvén kereszted, zenét hallva olykor kissé leteheted. S hogyha már letetted, gondolj a lábadra. Nem csak járni adtam, használhatnád másra. Mondjuk, ha zenére kicsit megmozgatod, meglásd egyszeriben, könnyebb lesz a napod. Éppen arra sétált néhány unott nagyi, no meg mondom, papi, hogyha az úr mondja, ki kéne próbálni. Ledobva bánatot, napi panaszokat, egyre szorgosabban mozgatták lábukat. Ringott a derekuk, csodás kedvük támadt, minél jobban ropták, lábuk mégsem fáradt. Nincs is szebb jutalom, uram, a világon, mint egy pergőritmus ennyi táncos lábon. Ekkor jött az ötlet, csoportot alkottak. Táncos lábú nagyik, no megmondom, papik, így hívják magukat. Újra kivirultak, tanulnak táncokat, de hogyha nem hiszed, nézd a műsorukat.
Nagyon szépen köszönjük tehát a hajdudorogiaknak, és egy kis emléklappal természetesen azért szeretnénk kedveskedni minden föllépő csoportnak. Köszönjük tehát még egyszer, hogy itt voltak. És amíg kivonul az előző csoport, engedjék meg, hogy bemutassam önöknek a következőt. A Lente Lajos Magyar Nóta Egyesület következik a színpadon. 2005-ben alakult, mint a Lente Lajos Nóta Klub. 2012-ben vált egyesületi vezetője Toronyai Lászlóni. Helyi rendezvényeken vesznek részt, és minden évben szerveznek országos magyar nóta éneklési versenyt, melyre az ország különböző részeiről érkeznek nóta szerető emberek. Az egyesület tagjainak felkészülését Botos Lajos prímás segíti. Ők következnek, tehát most fogadják őket nagyon nagy szeretettel. Oh!
ha megérünk fekete, én utána morra legyen a gyerek. Kis Anna, a homája vagyunk, aki négyen egész éjjel városokon alul. Még a kötélye tete, ha megérünk fekete, én utána morra legyen a gyerek. Kis Anna, a homája vagyunk, aki négyen egész éjjel városokon alul. Itt a kötélyezetem, ha megérünk fekete, én utána marna legyünk egyet. Azt kérdi a kapitán, ki babája ez a lány, ki babája ez a csinos barna lány. Azt kérdi a kapitán, ki babája ez a lány, ki babája ez a csinos barna lány. Én is Anna, a babája vagyok, aki éket egész ilyen városokon adott. Így a kötélyre tetsze, ha megérik fekete, én utána barna legény a gyerek. Én is Anna, a babája vagyok, aki nékem egész éjjel városokon adott. Így a kötélyre tetsze, ha megérik fekete, én utána barna legény a gyerek. Sej, haj, nekem mind a szél a fogjam kötélybe, körül van a most ismét a divat lesz majd a középpontban, és a divaté lesz a főszerep, hiszen újra párokat láthatnak, és újra különböző ruhadarabokat próbálunk bemutatni önöknek. A hagyományokat ápoló, a stílust és az egykori motívumokat tükröző ruhákat láthatnak majd a továbbiakban. Kovácsné Szejc Ágnes hajdonáláson élő népi iparművész és Balogh Anita munkáit dicsérik a következő ruhaköltemények. És hogyha lehet, akkor az első párost már is kérjük a színpadra. Miért szép nyáron a táj? Esküvői ruhaként is használható, ez az anyagában és motívumaiban az erdélyi népviseletekre jellemző ruha. Különlegességét az adja, hogy a napjainkban is használatos erdélyi ruhák formavilága és az egykor használt zsinóros díszítés harmóniája ma is elegáns megjelenés biztosít a viselőjének. A férfi viseleten szintén a zsinóros díszítés és az egyedi fantázia tükröződik. Korunkban egyre többen elfogadják és viselik ezeket a mai öltönyöknél díszesebb zakókat, vállalva ezzel a magyarság és a hagyományok ápolását. A következő ruhadarabok a középkorosztály számára elegáns alkalmi, vagy akár mindennapi viseletet biztosítanak. A szürke kosztümnek a fekete zsinóros díszítés kölcsönzi az ünnepélyes külsőt. Mm-hmm.
A továbbiakban zsinóros díszítésű mellényeket láthatnak, amelyek kiegészítői lehetnek a mai kor, például a farmer nadrág különböző viseletének. A zsinóros minták jellegzetessége, hogy minden falunak sajátos, egyedi, a másik településével össze nem téveszthető mintázata van. Éppen ezért, ha régen egy vásárba elmentek a faluból, lehetett tudni, hogy ki érkezett, honnan és melyik településről. A formavilágot a mellények anyaga, színe és a zsinórok színe teszik változatossá. A mai korban e minták leegyszerűsítve csak például a mellény elején jelentkeznek, vagy a ruha alján futnak végig. És ha már a mellényekkel kapcsolatban beszélgettünk arról, hogy ugye régen nagyon fontos volt az, hogy milyen a díszítése a mellénynek, hiszen minden falunak, minden településnek azért egy-egy adott térségben másabb volt a motívumvilága, a mintázata, és ezzel tudták is jelezni, hogy ki honnan származik és honnan jött, a folytatásban is mellényeket láthatnak. Gyakorlatilag ezek a női mellények már a mai világot és a mai kort, a 21. századot tükrözik, és látják, milyen remekül összeillenek a farmer nadrággal és azokkal a magas sarkú cipőkkel, amelyeket a hölgyek fölvettek. Tehát a kettőt lehet ötvözni és egyesíteni egész nyugodtan. Köszönjük szépen a bemutatott darabokat, természetesen megtekinthetik majd még a folytatásban is. Igaz, hogy nem a színpadon, de ha itt járnak, kernek, akkor találkozhatnak majd velük. A folytatásban pedig a Hajdú Bokréta hagyományőrző csoportot köszönhetjük itt a színpadon népi játékok, népdalok előadására, illetve a Magyar Nóta tovább adására szerveződött 2007-ben ez a társulat. A csoport létszámát tekintve 30 fős, de az énekelni szerető tagok ennek körülbelül a felét alkotják, és minden dalos rendezvényen nagyon szívesen megjelennek. Nagyon nagy örömmel lépnek föl, bárhol, bármilyen formában hívják őket. Tagjai nagy része az NNTS óraiba is csatlakozott, ahol az együttlét öröme és a közös akarás jellemzi őket, hogyha a nótázásról van szó. A csoport vezetője Veres Sándor, aki beteg állományból és beteg ágyából azért lélekben itt van, és nagyon buzdítja a csoportot, neki jobbulást kívánunk, és természetesen jó egészséget, a Hajdú Bokrétát pedig fogadják nagy szeretettel.
kisfaját a karjára felakassza. Lesz is a kazsony, nem anna csokoládé, Júcsal sose leszek a magáé. Lesz is a kazsony, nem anna csokoládé, Júcsal sose leszek a magáé. Júcsal, de sok minden van magános. Tudod, hogy gyűrű háromszoros gyöngyalád is, sejem szoknya, hogy korod meg hajtomádé. Júcsal, sose leszek a magáé. Sejem szoknya, hogy korod meg hajtomádé. Júcsal, sose leszek a magáé. És itt a folytatásban pedig ismételten ruhákat és különböző ruhadarabokat mutatunk be önöknek. Úgy gondoltuk, hogy az itt fellépő csoportoknak egyes ruhadarabjait is elő lehet venni, hiszen hát ők gyakorlatilag nem úgy készítették el ezeket a különböző ruhadarabokat, hogy ó, találjunk már ki valami olyat, ami illeszkedik a népi motivumokhoz, vagy éppen a népdaléneklishez, hanem bizony ezeknek komoly hátterük és komoly történelmük van. Ez kerül hamarosan előtérbe. Három különböző részre osztottuk ezt a mostani kis bemutatónkat. Az első alkalmával még maradunk a hagyományos zsinóros viseletnél, hiszen ez is ugye jellemzi a magyarságot és jellemzi a mi kultúránkat, úgyhogy ezzel folytatjuk. Utána pedig láthatnak két olyan párost, akik bemutatják két különböző hagyományőrző egyesületnek a viseletét. Összecsendül két pohár, muzsikája csengve száll. Az első párosunkkal egy kicsit vissza is ugrunk az időben, meg egy kicsit nem is. Már csak azért is, mert ahogyan hallhatták az elmúlt pillanatokban és percekben, ugye beszéltük, hogy gyakorlatilag ez a divat a mai korban is elfogadott, és egész nyugodtan föl lehet venni, de hát visszaugorhatunk a Trianon előtti korokra is, hiszen akkor is nagyon sokszor használták ezt. Maradjunk elő elsőként a női modellünknél, zsinoros díszmagyarról van szó, csak úgy, mint a férfi modellünk esetében is. A mai viseletet tükrözi egyébként ez a forma. A modell, a kivitelező és a megrendelő közös tervezése. A hölgyön látható darab eredetileg 7 egységből, 7 darabból áll a kollekció, amelyet lehet variálni évszaknak, alkalomnak és különböző elvárásoknak megfelelően. Ebből most 4 darabot láthatnak. És fontos tudni ezekről a ruhadarabokról, hogy Kovácsné Szejc Ágnes készítette hajdunánási népiparművészmesterünk. Szépen köszönjük, a folytatásban pedig a hajdudorogi szivárvány hagyományőrző egyesület párosát várjuk a színpadra. Összecsendül két pohár, muzsikája csengve száll, és a könnyű fél homályban kéz a kéz. És mindjárt nem is egy párost, hanem két párost láthatunk a színpadon. A hajdudorogi szivárvány hagyományőrző egyesület színpadon lévő tagjain a több mint 60 évvel ezelőtti koreografált kelet-magyarországi tánc népviselet látható. Ezt a korábbi időszakban nem csak a tánchoz és különböző bálokban használták meg, mulatságokon vették föl, hanem a mindennapi öltözékek sorában is használták ezeket a ruhákat. A későbbiekben ezt viselték a templomban és a különböző ünnepségeken is. Nézzük elsőként a női viseletet. Ugye van egy ingvál, amely fehér vászonból készült, a bő budgyos ujja pedig csipke díszítéssel lett ellátva. Aztán vannak a pruszlik, amely bordó, illetve fekete színű és zsinór díszítéssel rendelkezik. Van a pende és az alsó szoknyák, ez ugye vászonból készült, és csipke széllel díszítették ezt. A szoknya különböző színű, csak hogy mindent lássunk, a szoknya különböző színű apró virágmintás, bő
vászonból készült, hossza térd alá ér, a kötény pedig fehér vászon, az alján rakott és piros szalaggal van körbevéve, és piros csipkedíszítéssel látható. A viseletre jellemző, hogy háromsoros fehér, illetve piros színű gyöngykalár is található rajta, fehér harisnya jár hozzá, és fekete pántos bőrcipő egészíti ki mindezt. És ha már a hölgyek viseletét átnéztük és megbeszéltük, nézzük a férfi viseletet. Ugye a szokásos paraszting, amely fehér vászonból készült, elől díszítéssel, bő ujját pedig pánt fogja össze. A mellény gombos, fekete szövetből készült, hasonló anyagból készült, a csizma nadrág is hozzá. A viselet a középkarimájú fekete színű kalappal és fekete bőrcsizmával került kiegészítésre. Ketten egymás oldalán, ilyen édes pillanat csak egyszer van talán. Itt minden muzsikál, a szív, a szem, a száj, és andalító ritmusán a válhoz ér a vár. És természetesen a hajdunánásiakat sem szerettük volna kihagyni. Hogyha megnézzük, akkor gyakorlatilag ezekkel a ruhákkal már találkozhattunk, és ugye nagyon sokat beszéltünk már a férfi mellényről, de a női kékfestőt szeretném bemutatni önöknek, amely ugye egyértelműen hajdunánási viselet volt, és hát én szerintem nagyon sokan vannak még itt, nekem már tényleg nagyon vissza kell keresni a kisgyerekkori emlékeimben, de nagyon sokan vannak itt, akik még élő eleven emlékekkel rendelkeznek arról, hogy bizony ez a viselet is a mindennapok szerves része volt. Nagyon szépen köszönjük a modelljeinknek, és természetesen a Hagyományőrző Egyesület párosainak, hogy ide fáradtak a színpadra, és bemutatták a különböző táncruháikat. A folytatásban pedig a Hajdunánási Ezüstkor Nyugdíjas Egyesületet köszönhetjük itt a színpadon. A most csütörtöki megyei megmérettetésen első helyezést értek el, és ezt megbeszéltük a fellépés előtt, hogy mindenképpen elmondjuk, mert ez egy óriási eredmény volt, és nagyon nagy szeretettel gratulálunk nekik ehhez az eredményhez. Itt a színpadon pedig most európai dalokból énekelnek majd nekünk. Fogadják őket nagyon nagy szeretettel.
Nagyon szépen köszönjük a Hajdonállási Ezüstkor Nyugdíjas Egyesületnek, és hát, hogyha azt mondom a hajdudorogiak érkezésekor, hogy átugrunk a szomszédba, akkor most egy picit nagyobbat ugrunk, de azért mégiscsak a szomszédba megyünk most is, hiszen az Újszent Margitaiak következnek, mégpedig a Százszor Szép Dalkör Egyesület érkezik, akik 10 esztendővel ezelőtt alakultak, és föllépnek, bárhova is hívják őket, ennek köszönhetően már határainkon innen és határainkon túl is láthatta őket a közönség. Minden korosztály képviselteti magát ebben a csoportban, és hála Istennek, ők ugye ezt mondják, és igazuk is van, a fiatal korosztály is nagyon-nagyon aktív ebben a csoportban. Szeretnek énekelni, szeretnek mindent, ami az énekléssel kapcsolatos, és az pedig külön boldogítja a csoportot, hogyha ezzel másokat is boldoggá tudnak tenni. Természetesen mindent nagyon-nagyon szívesen énekelnek, de leginkább ugye a nótázás, a nóta jellemzi az ő mindennapjaikat, azonban most itt, a mostani fellépésük alkalmával operett részleteket fognak nekünk elénekelni, fogadják őket nagy szeretettel. Yeah.
A folytatásban pedig egy olyan föllépés következik, akikkel kapcsolatban, amikor én próbáltam ugye adatokat begyűjteni, hogy akkor kiről mégis mit mondhatok el a fellépés előtt, azt mondták, hogy őket egész biztos, hogy Hajdunálás határain innen és túl is nagyon sokan ismerik, hiszen számtalan rendezvényen léptek már föl, és mindenhol ott vannak, ahová hívják őket. A folytatásban jön Tóni és a Sárga Rózsák. Fogadják őket nagy szeretettel. Csak egy legény mondja nékem, gyere béte szerencsétlen.
kedves feleségem, fogd a gyeplőt hálom, az én jó virágot. Kerekedőn mélyén, cigányok, megyek én oda, félek megtámadnak. Nem félek cigányétól, a cigánynak botjától, mert ha engem vagyok-e vágva, de meg is vagyok szúrva. Kicsiny feleségem, te tehetel róla. Jó az idegenembe, idegenemben halálom óráig. Jó a feleségem, ideig óráig. Hazamenni, jaj, de tilos, add ide az icipici szádat, a csokolyok rajta szállat. Add ide az icipici szádat, a csokolyok rajta szállat. Csinos, de csinos, nékem csinos, ha a feleségem olyan kormos. Add ide az icipici szádat, a csokolyok rajta szállat. Add ide az icipici szádat, a csokolyok rajta szállat. Add ide az icipici szádat, a csokolyok rajta szállat. Add ide az icipici szádat, a csokolyok rajta szállat. Elmegyek én, jaj, de más szeretek én, olyan, jaj, meghonok én, hogyha nem leszel enyém. Olyan, jaj, meghonok én, hogyha nem leszel enyém. Egy bába elmegyek én, aztán megszöntetlek én, nézd majd a nagy világ, hogy te vagy az én katán. Hogy te vagy az én babám. Nem félek én senkitől, csak a babám szemétől. Ugyan szép a két szemed, majd de megszerettelek. Ugyan szép a két szemed, majd de megszerettelek. Jönnek a mézes hetek, lányim, mi lesz te vedek? Olyan, hogyha nem leszel enyém. Ajaj, ajaj, meghalok én, hogyha nem leszel enyém.
Hey, dollari, dollari, beteg lett a cigányné, szabát teszek halálja, hey, leégett a cigány asszonyája. Neki menjek, ne menjek, a fekete szemednek, rám lézél és tevettél, hey, megtudták, hogy cigány asszonyája. Vert meg Isten, vert meg azt, kinek szíve nem igaz, lám az enyém igaz volt, hey, mégis megcsal. Édesanyám meghalom, házasodni akarok, édesfiam ne hajj meg, hely, inkább házasodjál meg a szedélyben. Édesfiam ne hajj meg, Hölgyeim és uraim, kedves közönségünk, nagyon szépen köszönjük a Tóni és a Sárga Rózsáknak. Most a folytatásban a kivetítőre kell majd a szemünket szegezni, hiszen egy úgynevezett régi fürdőruha bemutatót láthatnak a kivetítőn, és hogyha lehet, akkor én azt gondolom, hogy kezdjünk is hozzá majd. Nagyon nem ugrunk vissza az időben, tehát nem kell ilyen nagyon-nagyon régi viseletekre gondolni. Próbáltuk megidézni és visszahozni valahogy az 50-es, 60-as évek fürdőruha divatját, de megvárjuk, amíg elindulnak majd a képek, és akkor ezeket láthatjuk is. És nagyon egyszerű egyébként, hogy miért ezt az időszakot választottuk. Nem tudom, mikor kezdhetünk neki, és mikor jöhetnek a felvételek. Igen. Nos, tehát azért is próbáltunk az 50-es, 60-as évekre visszaugrani, és láthatják, hogy ez tényleg azt az időszakot tükrözi, és azt a kort tükrözi, a női fürdőruhákat láthatjuk most. Hiszen ez volt az az időszak, amikor Hajdunánáson próbafúrásokat végeztek, hát kint a város határában, meg a város mellett is, hátha egy kis kőolaj, hátha egy kis földgáz felszínre tör, ahogyan az Hajdú-Szoboszló térségében is megtörtént. Nos, nálunk se kőolaj, se földgáz úgy igazából, de hát jött a finom meleg termálvíz, a gyógyvíz, és gyakorlatilag ez volt az az időszak, amikor a jelenlegi hajdunánási gyógyfürdő elkezdett kialakulni. Nem tudom, hogy mehetünk-e tovább szépen sorjában a képekkel. Nos igen, hát az akkori női ideált láthatjuk ezen a felvételen, és tényleg ez már itt a 60-as éveknek talán a közepe lehet, amikor is ezek a fürdőruhák feltűntek, és ezeket a fürdőruhákat a hölgyek előszeretettel viselték, az urak meg ugye megbámulták, akkor is ugyanúgy, mint manapság a lányokat és a hölgyeket. Új nyár, új fürdőruha. Azt gondolom, hogy ez szintén egy aktuális felirat, tehát azért ma sem működik ez a hölgyeknél másként. Új nyár, új fürdőruha kell, legalább kettő darab belőle, mert hát mégiscsak egy másik nyáron vagyunk, és milyen az, amikor a tavait vesszük föl. És hát itt azért már a késői 60-as évek és a kora 70-es évek divatja az, amit lehet látni. És hát ugye itt a Corvin áruház reklámját láthattuk, ugye hát megvoltak ezek a nagy áruházak, amik gyakorlatilag rendszeresen megpróbálták bemutatni a divatot, nem csak a fürdőruhák tekintetében. És én azt gondolom, megint a 60-as évekre ugrunk vissza egy kicsikét. Hát egyrészt a női modellnek már maga a frizurája, a smink, és magának a fürdőruhának is a kiállása egy az egyben mutatja, hogy milyen is volt a 60-as évek. Igen, hát akkor így tombolt a divat. Strand 78, nagyot ugrunk az időben. És talán már ezek azok a fürdőruhák, amik hát egy kicsit hajaznak a mai fürdőruhákra,
Ámbátor, ma már ugye lehet olyat is látni, hogy csak itt-ottam ott egy pánt, végigfut egy pár pánt, és annyi az egész. De gyakorlatilag ez már a 78-as feliratot viseli, de a 80-as éveket is, és talán a 90-es éveket is jellemzi. Gyakorlatilag talán annyi lehetett a változás, hogy azért egy picikét itt-ottam ott máshova kerültek bizonyos pontok a fürdőruhákon, de hát ez már az a fürdőruha divat, amit már a mai mindennapjainkból is ismerhetünk. És ugye itt megint egy kicsikét visszaugrunk az időben, talán késői 50-es korai 60-as évek. Hát maga gyakorlatilag a fénykép is mutatja, hogy azért itt inkább az úri közönségnek szólt ez a felvétel, és hirdette az akkor aktuális divatot. Hiszen azért, ha visszagondolunk az 50-es, 60-as évekre, mondjuk itt Hajdunánásra és környékére, hát akkor kisebb gondjuk is nagyobb volt az embereknek annál, hogy fürdőzenek. Ám bátor azért ennyire mégse igaz, csak talán a divat nem diktálta annyira ezt a dolgot, hiszen tudjuk, hogy amikor Hajdunánáson a gyógyvizet megtalálták, vagy pontosabban az a felszínre tört, akkor volt egy ilyen laponyagos terület, ahova kiengedték ezt a vizet, hát itt a forró víz, mi a francot kezdjünk ezzel, mi kőolajat akartunk, földgázt akartunk, és gyakorlatilag elkezdett az a terület megtelni, és oda elkezdtek kijárni a hajdunánásiak fürdőzni, meg nagyon sokan egyébként kannákban, meg vödrökben elvitték haza a vizet, mert a gyógytulajdonságát már akkor is ismerték, csak ugye később kezdtük kihasználni. Tehát fürdés és valami fajta fürdőkultúra már akkor is volt Hajdunánáson, nem beszélve ugye a régi időszakokról, mert a háború előtt is komoly fürdőkultúra volt a szomszédos Tedej településen például, de az egy másik történet. Ez a divat, ez volt a divat valamikor a késői 60-as években, és hát valószínű, hogy abban az időszakban a csíkos nagyon-nagyon fontos volt és dominált. És aztán egy újabb divatfotó. Én szerintem sokan megismerik, hogy hol készült ez a felvétel. A Városliget peremén, Budapesten készült, és hát egy egész ország számára mutatta. Nem csak magát a fürdőruha divatot, hanem gyakorlatilag a strandra való kollekciót is, hiszen ez az az időszak talán az, amikor elkezdett a Balaton megint benépesedni. És gyakorlatilag elkezdtek a Balatonra járni azok a munkásemberek, akik egy hétre, két hétre, 10 napra kaptak beutalót, és hát az úri közönség is kezdte ismét a Balatont felfedezni, és kezdtek egyre többen, egyre szélesebb rétegek a vízhez, a vízparthoz látogatni, és a fürdőkre, a strandokra, és gyakorlatilag egy komplett kollekciót láthatunk. És ismételtem, valahol a késői 60-as, korai 70-es éveket idézzük meg ezekkel a fotókkal. És nem tudom, visszatértünk-e már vajon a fotók elejére, mert ezek a képek már voltak. Igen, nos hát, kedves közönségünk, ezek voltak tehát azok a fürdő ruhák és az a divat, ami jellemezte azt az időszakot, amikor egyrészt itt Hajdunánáson ugye felszínre jutott a nagyon-nagyon finom, meleg és gyógyító hatással bíró termálvíz, és aztán ez volt az az időszak később a 60-as, 70-es években, ahol elkezdett kiépülni az a fürdő és az a füldő kultúra, ami mind a mai napig jellemzi Hajdunánást, és töretlen fejlődést próbál minden esztendőben prezentálni. És ha már ugye ideugrottunk a mára is ezekre a pillanatokra, akkor talán nézzük meg a feltörekvő nemzedéknek a divat bemutatóját, és nézzük meg, hogy a maiak, és akik majd a jövőben a hajdunánási gyógyfürdőt látogatják, ők hogyan mutatják be nekünk a most aktuális divatot. Oh.
Nagyon szépen köszönjük a tapsot, kedves közönségünk. Hát igen, lehet az apukájától örökölte a szereplési vágyat. Nagyon szépen köszönjük a tapsot. Nos, hát azért elmondhatom, hogy a lányok már aktív szereplői a hajdunálási fürdőnek, hiszen szinte majd, hogy nem mindennaposak, hetente kétszer járnak úszásoktatásra, úgyhogy ők már élvezik a hajdunálási gyógyvízt, de leginkább még ugye az úszómedence vizét. Köszönjük tehát még egyszer a tapsot. És a fürdőruha bemutató után gyakorlatilag a mai divat bemutatónknak, ennek a program résznek gyakorlatilag az utolsó felvonása következik, és ha már a Nána Tánc stúdióban nyitottunk, akkor zárjunk velük, őket köszönhetjük itt a színpadon, és egy roki egybeleget fognak nekünk táncolni, fogadják őket nagy szeretettel. Volt semmivel, szombat egy bulinak, hagyom a bajokat, szidít egy égita, és adita, igazi buliban, egész éjjel át. Tudod, szombaton éjjel nem félek, benned nem törnek fel az érzések, nem lesz köztünk problémád, és nem nézzük, mit miért csinál, szombat egy bulinak.
Mai műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is. Viszontlátásra!